A VÁM az adózás és a környezetgazdálkodás legaktuálisabb témáiról, az új szervezeti és szakmai koncepciókról, valamint az idei év stratégiai elképzeléseiről tájékozódhatnak első kézből a tavaszi VÁM konferencia résztvevői. Ebben az évben több stratégiai változás történt, jogszabályváltozások, tervezett irányváltások, tervezett jogszabályváltozások, és ezen kívül a örökzöldé vált Brexit témája, amelyikről nem gondoltuk volna még a konferencia fél évvel ezelőtti tervezések kezdetekor, hogy most is témánk lesz. A Magyar Vámügyi Szövetség programjának első napján szó volt többek között a hulladékgazdálkodási eljárásokról, az idei geopolitikai és kereskedelempolitikai fejleményekről, valamint arról, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2019-ben milyen stratégia mentén végzi el feladatait. A célkitűzések 4 pontra épülnek fel. Az első az a szolgáltatás orientált szervezet és az ügyfélközpontúság, illetve a partnerség. Ez megjelenik egyrészt a jogszabályban számunkra biztosított jogintézményekben, mint például az adózói mentorálás, vagy pedig a minősítés, amelyek azért jól bevált és jól működő jogintézmények, másrészt pedig az a szemlélet, amelyben végezzük a munkánkat. Emellett fontos számukra az adminisztráció csökkentés és a digitális megoldások alkalmazása, a hatékony adóbeszedés, valamint az aktív humántőke biztosítása. A VÁM konferencia második napján a gazdálkodók és a hivatal képviselői találkoznak majd. Szó lesz a vámügyhöz kapcsolódó nehézségekről, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal termékdíj ellenőrzési tapasztalatairól is.